Rejter János, Rés Ferencné, Söffer Artúr, Steppinger Ilona, Solymos András, Szabó Lajos. Csak néhány név abból az 1556-ból, amelyek felkerültek a városmajori templom előtt felállított emlékműre. Ahol most állunk, a II. Világháborús áldozatok emlékműve, a hegyvidék egyik legfiatalabb emlékműve, egy éve adtuk át. A mögöttes történetet nagyon sokan ismerik, kalandos ügy. A ezredfordulón döntött arról az önkormányzat, hogy egy olyan emlékművet állít a kerületben meghalt kerületi illetőségű áldozatoknak, az ostrom, a háború áldozatainak, ahol nem választja külön a civileket és a katonákat, a keresztényeket és a zsidókat, a fiatalokat és az öregeket, hanem egy egységes emlékművet állít. Ez egy nemes és mindenki által támogatott szándék volt. A kiválasztott szimbólum már kezdettől, a turul már kezdettől vitákat okozott, és ez szinte mind a mai napig fennáll. Annak érdekében, hogy a viták ne árnyékolják be a közös emlékezést, az önkormányzat 2 éve pályázatot írt ki egy új emlékmű megalkotására, és azt a pályázatot Mohácsi András nyerte el. A színében és megjelenésében is visszafogott 2 gránit tömbből álló emlékmű jól illeszkedik a városmajori környezetbe, miközben rendkívül drámai módon fejezi ki azt a hiányt, amelyet a kioltott emberéletek jelentettek és jelentenek az itt élőknek. Amire emlékszünk, az ma már szinte mindannyiunk számára emlék, talán a szüleink generációja élte át ezt még fiatal emberként. A II. Világháború egyik legpusztítóbb ostromát élte át Budapest, a magyar főváros. A 20. század 2 leggyilkosabb diktatúrája, Hitler és Stalin diktatúrája csapott itt össze, és sok ezer, sok tízezer ember halálát követő gyilkos ostrom folyt itt. Pár évvel ezelőtt volt egy pályázat, a házak történetét kértük, hogy írják meg az ott lakók. Nagyon sokan indultak, olyan nagy nevek is, mint Térei János például. És a legmeghatározóbb élmények még most 2010-ben is az ostromhoz kötöttek. A pincében bujkálás, a bezártság, a rettegés, a félelem hetei, hónapjai, és a sok értelmetlen áldozat. Az áldozatok alatt Pokorni Zoltán nem csak a brutális módon kivégzett, vagy a háború poklában életüket vesztett áldozatokra gondolt, hanem azokra is, akiknek a jövőbe vetett hitét, az élete értelmét, az egzisztenciáját, a lelki békéjét rabolt el a véres háború. Nagyon sokat adott, áldozott ebben az ostromban Budapest és Magyarország népe. Illő, hogy erre emlékezzünk. Nem azért, hogy bárkiben is a mai élőkben bűntudatot ébresszünk. Minden családnak megvan a maga fájdalmas, néha kegyetlen, néha fájdalmas története. Az enyémnek is. Hanem azért, hogy felelősségtudatot támasszunk mindenkiben, leginkább a fiatalokban. Hogy ne feledjék el, milyen gonoszságokra képes az ember, ha magára hagyják őt. A hegyvidék polgármestere aktuális példaként említette az oroszok Ukrajna elleni invázióját, amelynek kapcsán mindenki számára fontos üzenet, hogy a Magyarországon évtizedek óta megőrzött béke mekkora kincs, és mennyire óvni kell azt a következő generációknak is. A II. Világháború áldozatainak emlékművénél, a szobor felavatásának évfordulóján a kerület vezetői, illetve képviselői helyeztek el koszorút és virágot.